Három, kettő, egy. Sziasztok! Kiválasztottuk. Ja, még mindig a Naruto Ninja Arena társasnál vagyunk. Kiválasztottuk a következő kör résztvevőit. Van egy Temarink, van egy Kibánk, és van egy Rock Link. És ezeknek fogjuk ismertetni most a képességeit. Kezdjük Leával, Temarival, ami nagyon érdekes, Mari. Hogy ő egy magyar karakter. Oké. Okay. Te, Mari. Te jössz akkor. Oliver, segíts majd, hogyha esetleg valamit nem jól. Jó. Van a két technikája, a szélpenge az egyik. Szélpenge, jutsu. Jutsu. Igen, uh-huh. Egyet adok valamelyik játékosnak, és aktiválom a szélpengét, vagyis hát ezt a legyezőt. Uh-huh. Ezt a legyezőt. És azt, hát hova tegyem? Ahol neked szimpatik, ahol gyorsan tudsz pakolni. De az legyen a lényeg, hogy rárakok három sebzés tokent, és amikor engem sebez bárki más, akkor egyet ebből adok, mondjuk Oliver ad nekem kettőt, akkor innen egyet visszaadok, okay. Amikor elfogynak innen a sebzéstok ennek, akkor deaktiválódik a szélpengém, és akkor ennyi fél. És elfúj a szél. Akkor rendben, igen. Következő. Akkor van a tengeri sárkányom, mind a kettő szomszédos karakternek kap, kettőt, adok kettőt. Így van. Mind a kettő. És van a lefejező táncom. Tánc? Ami pedig azt jelenti, hogy az avarrejtek jelet, ezt én bármilyen másikra átforgathatom. Igen. És ez tök Joker. Jó, mert ugye, ha ezt dobom, akkor bármelyik hiányzó rejtek kockát így a képességemhez így ismét van. Meg tudom szerezni. Ez nagyon brutál jó. Állat. Nagyon jó, és azért javasoltam Leának Temarit, mert most meg fogjátok hallani, hogy Kibának mi a... Egészségedet. Kibának mi az a... Kibának mi a képessége, meg a technikája. Oliver, ismertes léci Kibát. Kiba... A négy lábú technika. Bocsánat, a jobb oldalon ülő játékosnak kettő. Nem, egyiknek kettőt, a másiknak egyet. Másiknak egyet. Igen, kiválaszthatod, hogy oda kettőt, ide egyet. Oké. Okay. Ahol nagyobb szükség van rá. Igen, aztán jön a tépőfog. Adok valakinek kettőt, de ahányadik sebzésnél állok, annyival plusz kettőt szóval, hogyha itt állok, akkor négyet adok valakinek. Itt. Nem, szerintem itt még nem vagy sebesülve, tehát itt még nulla. Nulla. Mert itt mindig a visszafele kell nézni, látod? Tehát nincsen előtted semmi sebe. Japával nem így játszottuk, de jó. Így játszom. Rosszul játszom. Így játszom. Jó, akkor nulla. Itt egyszer plusz kettő. Itt akkor sebe. Beszéljétek meg, most akkor mi van? Így. Adok valakinek itt kettőt, négyet adok, itt meg hatot adok. Így van. Oké, okay. Valami így. Erről van szó? Itt nullát. Hát ez nem igaz. Itt kettőt, szóval itt négyet. Itt, szóval, hogyha ez beaktivál... Ja, de nem jó, mert hogyha KO-ba vagy, anya, akkor... Anya, szóval, hogyha ezt a képességet beaktiválom, akkor, akkor nem ér semmit, ez nullát adok. Ja, de itt kettőt adsz, itt négyet, itt hatot, ügyes. Jó. KO-ba meg lehetetlen ezt megcsinálni, mert ott csak ezzel tudok kijönni. Igen. Oké. Okay. Jó, de aztán... nem is a technika erős Kibának, hanem a képessége. Akamaru. Ha ezt dobom, akkor... Nem, a figyelmen kívül. Akkor bármi technikából, még ebből is, az akamarúból, abból is ki, hogy figyelmen kívül hagytatok egy kockát. Szóval mondjuk, ha dobok egy ilyet, így, akkor már rá tudok csapni, mert én az Uzumaki jelet figyelmen kívül hagytam, és az tök mindegy, hogy itt most mit dobok, és rácsapok, szóval... De ugyanúgy itt is, igaz, Oliver? Tehát csak igen, egy avarrejtek jellel már tudja ezt a technikát például aktiválni, vagy csak két ilyennel már tudod aktiválni ezt, vagy ilyennel. A felső kamerásban az jól látszik, csak két ilyennel, így, és akkor... Így, csak kettő ilyennel. Lényeg az igen, hogy egy kockát figyelmen kívül, egy kockával kevesebbet is meg tudja dobni a szimbólumokat. Jön, Rock Lee jön. Nagyon érdekes, van a kegyetlen ököl, neki az első technikája. Nagyon szeretem, mert gyakorlatilag már egy ökölcsapással ki tudok osztani egyet, de ha mellé pakolok egy ilyen szikla szimbólumot, akkor már hármat, és ha mellé pakolok egy homokrejteket, akkor viszont már ötöt tudok pakolni valakinek. Ez nagyon jó. Nem erős. Ezzel a szimbólummal kettőt tudok kiosztani mind a kettőnek. Ugyanaz nekem, mint a ugyanaz, mint te Marinál. Mindenki kap kettőt. Az avarhurikán. Az avarhurikán, bocsánat, avarhurikán. És akkor jön a nyitás kapuja. Ami azt jelenti, hogy ha megfordítom a képességemet, akkor rápakolok ide azonnal 7 darab sebzést, és a 7 darab sebzésből mindig, amikor beviszek egy támadást, akkor egyet mellé pakolok. Viszont ennek van egy veszélye, mégpedig az, hogyha valaki aktiválja a képességét ellenem, akkor ami itt rajta marad a végén nekem,
azt mind megkapom én saját magam sebzésként. Igen. Tehát, ha elég durva. Nem, ha nem, nem osztom támad ki, olyan sokszor. Ha nem osztom ki, akkor, akkor nálam marad. Szív. És szívtam. Viszont Rock Lee-nek van egy nagyon-nagyon jó tulajdonsága, hogy neki 1, 2, 3, 4 és 5 fázisból áll. Mint Temarinak. Kibának viszont csak 3 fázisból áll. Nem biztos, hogy ez a jobb. Nem biztos, de... De mondjuk igen, mert hogy nem. Amikor játszottunk szemben. Offline egymás ellen, akkor Kiba nagyon OP volt. Ezt így előtte már elmondjuk zárójelbe, hogy Kiba az szerintem nagyon OP. És egyedül Temarival lehetett felvenni vele szemben a versenyt, mert Temarinak van egy képessége, hogy tud Jolly Jokerezni. És az nagyon-nagyon jó volt. Oké, figyeljetek, akkor viszont én azt mondom... De ki fog kezdeni? Ki a Narutós pólós. A Narutós pólós kezdjen? Jó, akkor várjatok. Mindig megtalálják, hogy ne én. Várjatok. Oké, mindenki fogja meg a kockáját, és figyeljen arra, hogy ki adja. Jaj, mit kell dobni? Azt, amit kell. Köszönöm, ez póknak veszem. Francba. Karl. Mondjuk mindegy, hogy ide csinálhatjátok azt háromkel. Yes. Akkor ki volt az, aki... és júj, kezdődik Kiba. Én egyet előrejétek is. Egyet, várjál, mi a helyzet? Látom, oké, ez van. Én ezt aktiváltam, bocsánat, mert... Mikor? Mert odaraktam neked azt az egyet. Megdobtam, és csak ezt elfelejtettem aktiválni, és ki adott figyelsz, utána neked? Beengedjük. Hát jó, hogy... Figyelj, akkor tudod mit? Engedtük, hogy aktiváltad, de ne osztogass el semmit se. Várjátok, állj. Igen, mert tulajdonképpen nem osztottam oda, akkor az el. Az el. Na, most lesz vége a játéknak, innen ennyi. Majd meglátjuk. Go. Oké, kettőt. De mi jó, miért magadtól osztogatod? Ezt majd én magamtól. Nem, legyen, így kettő. Mi a baj? Elrontottad? Igen. De mi? Elrontottam. Akkor nem is csaphattál volna rá? Nem. Ez most komoly? Esküszöm, bocsánat. Figyelj, akkor várjál már. Akkor, de én akkor... meg pont most valamit csináltam. Na, várjál már, öcsi. Na. Véletlen kettőt hagytam. Na. Akkor figyelj, akkor kettőt viszont... Kettőt is, figyelj meg kívül. Figyelj. De nem, azért, mert átforgott az izé után, és ezt már nem fogadom el. Mi lenne akkor, hogyha most azt mondanánk, hogy jó, rendben, akkor álljunk vissza alapra. Hát itt befolyásolta a küzdelem menetét ezzel. Három másodperc, kiagyom. Nem azt, hanem a képességét vegye vissza nullára. Ahhoz mit szóltam? De akkor nem megyek lejjel. Nem veszel le. Ja, és akkor nem. Én meg azt hittem alapra, mert én már ide nem. Visszahelyem. Nem, tudod mit? Nem, te már egyet kaptál. De én mondom a gót. Jó. Te mondod a gót, de így, oké? Okay? De így, akkor te is elismered, hogy ez rendben. Mert nekem is már ki voltak készítve a támadások. Jó, akkor ha valaki téved, de nincs szabályban olyan, hogyha go. Valaki... Szerintem nincs. Figyelj oda. Sírógalamb. Te adtál nekem? Igen, adtam. Tudod mikor? Büntetlenül nem ott. Pont adni akart, emberek! Nézzétek már! De te nézzétek, ötet akartam kiosztani megint. Nem tudtam. És nincsen meg a... Mi nincs meg? Kettő van, nem? Várjatok? Igen. Szerintem igen. Nem így vagyok. Pillanat. Milyen ki? Pillanat? Én ja. Go! Azt mondja, go! Jó, ezt átforgathatom. Ezt átforgathatom. Jó! Hitachi! Eldőlt a bábú! Hitachi! Úgy csapkod le, hogy eldönti a bábút az őrület. Már meg itt lefejelted a falat. Jó, nézzük csak, hogy vagyunk? Ki hanyadik volt? Én egyet előre léptem, mert meg volt a három. Adok neked, hogy tudja osztani. Én voltam figyelj, az első. Annyit szeretnék mondani, hogy kisebb lendülettel, jó? De, kisebb muszáj. Lendülettel! Várjátok, kinek van? Neked van meg. Vége. Go! Yes! És neked még mindig nincs? Miről beszélsz? Pillanat, kérhetek egy picit, Oli? Várjál. Így.
Várjátok, és... Mert én úgy se támadok, szóval. Ja, igen, te nem. Én viszont igen. Na, várjátok. Go! Hé, vidd innen a kockáidat a front! Megzavardak! Direkt volt. Ájjá! Oda tettem neki a hármat! Mi? Hármat, ide hármat. Ide gurult, nem mert neki nem baj, időben. Akkor az nem oda ment, de ami ide ment, az ide ment. Egy az ide ment. Hármat adtál, és... De nem már neki, itt rengeteg volt. Nem ennyi volt. Hát de miért ide gurultad? Szé, ellökted. Nem baj, ellökted. Kész. Szerintem is. Kész. Na de várj, akkor ez visszafordul. Szerintem nem. Ellöktem. Te voltál az első? Emberek, hét volt neki itt, vagy nyolc. Ellökted. Nem. Ellöktem. Nem érte. Hét van. Hét van itt. Nyolc volt, én meg oda tettem még hármat. Be, hét vagy nyolc. Hétre vagy nyolc, tettem hármat. Na jó, jobban figyelek. Nem látom. Mi a csinálok? Mi? Hogy beszél? Elnézést. Héro, gyerek. Szabad. Hú, de lemaradt. Ki? Te voltál, aki aktiváltad? Aktiváció, ne. Jaj, te Mari, mi újság van? Én megint nagyon fogyok. Pillanat. Igen, sajnos ezekből a... Ne, Oli, ne. Ne bózkodjuk már el, de mi vagy, ha te is támadsz majd. Na látod? Ez nagyon fölösleges. Ezt nem azt is meg, please. Go! De ezt nagyon benyeltem. Kettő. De ne magadtól adjad már! Minek magadtól adod? Én magamtól adom. Idegesít. Nekem ne adjál semmit. Lépjél szépen előre. Lépek előre egyet. Na megint ő aktiválta. De ez így nagyon OP. De figyeljetek már nekem. Go! Mi? Nem ennyi. Ne beszélgess ennyit. Nem kell dumálni. Hello. Ha hello. Nem szabad. Figyelj mindig. Koncentrálj. Mi? De. Nézd csak oda. Akkor te egyet biztos, hogy előre fogsz lépni, és elveszíted a képességedet. Kibát nagyon nehéz megverni. De egyedül egy ember képes. Rock Lee. Jó, és semennyi, most... Én semmi busztja ezzel, de... Állj, nagyon meg fogom most szívni. Nagyon, mert én csak nagyon, el fogok nagyon, menni. Nagyon. Pillanat. Ja, jó, igen. Hét, én pillanat, állj, én fogom mondani a gót. Úgyhogy mindenki nyugodjon le. Keep calm. Figyelem. Egy váratlan pillanatban fogom elindítani a támadást, amikor senki nem számít rá. Mi nem mondtam? Eddig ki mondtad? Nem erre kell, én elindítottam. Nekem is pont kijött, nézd meg! De jó, hogy te megsülsz! Hét megy rá! Jó, én bebuktam. Azt minek adod ide? De ide pakolj, onnan pakolj ide! Nagyon idegesítlek. Ne csináld! Álljatok meg! Hagy vegyem a kezembe a kockát. És az előbb én inkorrektek voltatok. Mert? Mert valami elindítottátok a támadást. Valamit elindítottunk, amit nem kellett. Amikor nem kellett volna. Az olivérét már nem. De ez mi itt az a kettő? Ezt kidobtam, és kettőt akartam adni. Jó, neked bement bejött, az ütés. Bejött az ütés. De Olivérnek már nem sikerült. Bejött az ütés. De nem. Hát nem. Mi nem ment? Nincs ilyen. De figyelj, te jól megdobod egyébként? Nézd meg. Teljesen legális. Állj. Te Mari. Ja, figyelj, te Mari. Küldjük már kávóba. Próbálkozok, de nem megy. Gyerünk már! De most elforgatom az ujjammal! Odanéz! Én már megdobtam volna, kettőt forgattam el az ujjammal! Ez nagy hiba. Én is csináltam már ilyet. És belehaltam ebbe. Nem csak K.O.-t kaptál. De jó. Kettőt forgattam el az ujjammal! Narutót küldtétek K.O.-ba! Kettőt forgattam el az ujjammal! Elmondok valamit. Képzeld el, hogy nekem megdobtam a szimbólumot, és én barom eldobtam a sziklát. És mondom, miért dobtam a sziklát, de most már nem akarok csalni. Nehogy azt higgyétek, hogy visszaforgatom. Én is eldobtam a sziklát. Ez ilyen, ez a kocka, a gyerekek. Gyerekek. Roland Clash. Na most figyeljetek akkor oda. Te nem fordítod át a képességet? Go! Ja, fúj. Én igazából meglendek a képességem nélkül. Megmondom, hogy szintén meglendek. Toli, dobjad a képességedet, én is dobom. Figyelem. Go! Akkor tessék! Kit érdekel?
Visszarepültem. Visszajöttél a K.O.-ból? Kettőt még adok magamra, mert én voltam az utolsó. Ilyenkor megfordítom? Persze. Ilyenkor van képességed? Igen. Persze. Nem tudom. Állj. Megdobtam. Rám repül a nyitás kapujából, és ezért bebukom, és megyek föl. Beszorítottam ide, ez nem volt jó. De várjál, ilyenkor van képesség. Hát megdobtam. Nem, ilyenkor, ha megdobod, mi? Nem a képességed. Na, nem, játékszabály. Igen, nem a képesség. Hanem ezt fordítod vissza annak fejében. Igen, hanem visszajössz. Igen, nem igen. A képesség. A halálból jössz vissza. Akkor neki marad? Nem, én is. Deaktiváció ne. Most nincs senki. Deaktiválom. És akkor... De én mondom a gót. Persze, ott te mondod. Go. Nem jó. Ne szórakozzatok már, anya. Ez mi? Eltört az ujjam. Hivatalosan én voltam a második, és bekúszott. Nézd meg, és most dobtam volna meg a képesség. Akkor most aktiválod a képességedet. Most megy? De hogyha téged kicsinálunk, akkor neked vége. Go. Semmit nem dobok abból, ami kell. Hát megőrülök már, tényleg. Te ne nézegessed az enyémet. Állj! Nem, izé van itt. Mi van itt? Mi van itt? Go. Emberek! Ez nem igaz. Bevittem az ötöt még! Hol? Oliver, nyugi. Meghaltam. Igen, kibát most megöltik. Hát fújjam ki magam, kész vagyok. És ki volt a második? Állj! Én voltam a második, vagy te? Mert én ezt csináltam, ötöt vittem be, akkor én voltam a második. Oliver volt a harmadik. Pillanat, igazítsuk már meg a sérót, Oli. Nem te voltál utolsó? Hogy lettem az utolsó? Ez Oliver nekem az utolsó. Hogy került ide? Szerintem ő osztotta. Akkor még ezt is oda kell, de nem adtam oda, úgyhogy... De nem osztottam az izével, az utolsó csapás miatt volt, nem osztottam. Én egyszer sem használtam a taktikáimat a körben. Állj, kérek egy kis izét, sebzés, mert nagyon osztom. Figyelem! Pillanat! Ja igen, te fogod bemondani? Neked van képességed? Go. Forgassam már át! Gyerünk. Eső volt már a pal kettőször is. Nem baj, kit érek el az eső, nem az kell nekem. Akkor mi kell? Hát az eső, csak rosszat toptam, igen. Csinál ez, miért nem akarja? Dobd már meg! Megvan! Igen! Megvan! Jaj, és ennyi, akkor megvan. Most akkor kiestem. Akkor miért erre mentem? Rockli! Mosolyogj, Oliver, ez egy játék. Az előbb én kaptam ki Narutóként elsőként. Na, szóval, Rocky. Azt se tudtam, mit csinálok. Én tudtam, hogy mit csinálok. Bevittem az ütéseket. Átforgathatom, azt forgattam össze. A kegyetlen ököllel, bevittem a csapást, és utána pedig elküldtelek melegebb békhajlatra. Oké, megmutatta Rocky a képességét. Egy nagyon erős ellenfél ellen nyert. Szerintem a játék legerősebb ellenfele. Az Kiba. Inuzuga Kiba. Kiba a legerősebb. A Kiba. Valamiért... Én direkt nem poénkodok a nevükkel, Oli. Megtisztelem ezt a animét. Szóval az a lényeg, hogy én egyedül csak te Marival, mert ő magyar. Tehát, ő a legerősebb. Mária! Ő a legerősebb. És Rocky legyőzte. És a Rocklynek az a képessége, szerintem az a nagyon erős, hogy nagyon erős ütéseket tud kiosztani az ötössel. Nem is a képességre szándékosan nem megyek, azt azért le akarom mondani, azt pihentetem. Hagyom, hogy egymást üssék, én pakolom az ötösöket, hogy minél hamarabb kiüssem őket. És nekem 1, 2, 3, 4, 5 fázisom van. Perfektenslág. Jó, viszont apa... Írja be kommentbe, aki tudja, mi a perfektenslág. Okay? Hát mivel, hogy Rockli az nagyon sokat szokott edzeni, 2500 fekvőtámaszok azokat csinálni, hajrá, mehet!
következő videóban pedig 2500 fekvőtámaszt fog csinálni. Rendben, és, akkor... És, ha mondjuk 2499-et csinál, és összeesik, akkor 2500 mondjuk felülés, vagy bár. Ilyeneket szokott csinálni. Ne sokkolj engem. Jó, akkor ezzel végeztünk, elköszönünk, és jövünk egy utolsó körrel, ahol ismét három teljesen karakterrel fogunk megnézni. Oké, 3, 2, 1. Sziasztok! It's gonna be a long night.